Kedves nézőink, szerdán ülésezett a Városházán a szociális kerekasztal. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. A szociális kerekasztal a múlt héten tartotta ülését, melyre meghívták a városban működő és a szociális szférában tevékenykedő civil szervezetek képviselőit is. A város előtt álló szociális feladatokat tervezni kell, és ehhez figyelembe veszik az érintettek által érzékelt problémákat is. A mai szociális kerekasztalnak a témája a szociális koncepciónak a megtárgyalása volt. Az érintett felek ugye írásban megkapták ezt az anyagot, mindenki elmondhatta, írásba leírhatta a véleményét, aminek a beépítése megtörtént ebbe a koncepcióba, és ennek a megvitatása, ennek a megtárgyalása volt a mai téma. Mindenki elmondta a saját észrevételét, tapasztalatait, véleményét, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezeket az elmondottakat figyelembe tudjuk venni, és javítsunk az itt élőknek a szociális helyzetén. Dr. Horváth József alpolgármester ismertette a résztvevőkkel, hogy a szociális törvény változásai hogyan érintik Ajka város önkormányzatának szociális feladatait. A tavalyi évben Ajka városában az adóerő képességünket figyelembe véve 31 millió forinttal kevesebb olyan normatívát kaptunk, amit szociális segélyezésre lehet fordítani. Na, mi látva a helyzetet, az emberek nehéz helyzetét itt Ajkán, ezt a 31 millió forintot elvettük máshonnan és oda tettük. Ma a szociális segélyezési rendszerünk az nem romlott, annak ellenére, hogy a város nem kap ehhez támogatást. De azért emellett el kell mondanom azt, hogy ma az egész ajkai szociális ellátó rendszerre nagyon nagy teher hárul. Ez köszönhető annak, hogy Ajkán ma nincs munkahelyhiány, de munkabérhiány van. A legnagyobb gond az, hogy a 15 ezer munkavállalónak a nagy része minimálbért kap. Most azt veszük, egy minimálbérnek a nettója az olyan 77 ezer forint, ma a létminimum 85 ezer forint. Nem csak Ajkán, hanem Magyarországon is a létminimum alatt élők száma 4 millió ember. Na most ez Ajkát is érinti valamilyen szinten. Ennek ellenére egy olyan intézményrendszert, intézményhálózatot működtetünk, amit gyakorlatilag elér az emberek többsége. Egy szociális gondozási központunk van, és egy térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásunk. A gondozási központ egy gondozóházat működtet 20 fővel, két idősek otthona van 42 fővel. Ezen kívül jelzőrendszer, házi gondozás, családsegítés, tehát ezek működnek, és igen, jelentős összegeket fordítunk erre. A szociális kerekasztal meghívott résztvevői több szociális problémára is felhívták a figyelmet. Szinte minden megjelent részéről felmerült az idősek számának folyamatos növekedésével járó feladatok sora, a mély szegénységben és a nehéz helyzetben lévő emberek problémái, valamint a hajléktalan emberek egyre növekvő száma. A munkanélküliség annyira nem probléma, hiszen csak 3%-on tart a Ajka az országos viszonylathoz képest, de a hajléktalan téma az volt az, amelyik legjobban előtérbe került. Ugye mindent el kell követni azért, hogy a hajléktalanok valamilyen formában fedél fölé kerüljenek, vagy fedél alá kerüljenek inkább. Elsősorban a munkanélküliek, hátrányos helyzetűek, egyedülálló, főként idősek és a fogyatékkal élők a célcsoportja a szociális koncepciónak. Az előzetes munkaanyag készítésekor a térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálattól érkezett javaslat az utcai szociális munka megvalósítására, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálattól a hajléktalanok kérdésében ismételten, ez minden évben felmerülő és visszatérő probléma, és egy fontos terület a Molnár Gábor Műhely Alapítványtól a fogyatékkal élők lakhatásának megoldására. A szociális szolgáltatások tervezésekor figyelembe veszik azokat a szociális problémákat, melyeket az elkövetkezendő két évben meg kell oldani. Ajkán olyan 40-50 hajléktalan van, a intézmény rendszerünkben olyan 20 főt biztosít az önkormányzat, vagy hajléktalan szállón 10 főt a Római Katolikus Egyház, és egy 10 fő nappali ellátású máltai szeretett szolgálati épület van, ami novembertől áprilisig egy olyan éjszakai menedékhelynek is szolgál. Hát gyakorlatilag, aki be akar menni, bemehet mindenki ezekbe az intézményekbe, és télen november
elejétől áprilisig a térségi családsegítő szolgálat egy alapítványi támogatáson keresztül ilyen napi járatokat, ruha, tea és élelemjáratokkal működik. És fölmerült még, hogy jelenleg az időseknek a száma, akik nem tudnak idős otthonban bekerülni, ezeknek a szám olyan 40-50 fő, ezért az önkormányzat vizsgálja, és elképzeléseink szerint ebben a ciklusban egy 40-50 fős idősek otthonát még építenénk, és gyakorlatilag így zárná a sort a szociális ellátórendszer, és a helyzet jelenleg így áll. Az idősek problémájával kapcsolatban elsősorban a Szociális Szolgáltatók Központ gondozóházának és idős otthonának fejlesztése az első rendű feladat. A hajléktalanoknál pedig a hajléktalanokkal foglalkozó szervezeteknek kell mindenképpen összefogni ahhoz, hogy a hajléktalanok problémája megoldható legyen. Kellene a nőknek egy különálló hajléktalan szállót létesíteni, ami évek óta felmerülő probléma, pályázat hiányában sajnos nem megvalósítható eddig. A térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a közelgő téli időszak miatt a hajléktalanok ellátásához vont be pályázati forrásokat. Az új feladatunk önként vállalt utcai szociális munka az, amire pályázatot nyújtottunk be a hajléktalanokért közalapítványhoz. Ez annyit jelent, hogy a téli krízis időszakban, tehát november 1 napjától jövő év április végéig tudjuk az utcai szociális munkát biztosítani az utcán élő hajléktalan személyek számára, ami annyit jelent, hogy munkaidő után, illetve hétvégente fel fogjuk keresni a hajléktalanok tartózkodási helyeit, és ezekre a tartózkodási helyekre viszünk élelmiszert, takarót, ruházatot, gyógyszert, szükség esetén orvoshoz juttatjuk őket, illetve tájékoztatást adunk arról, hogy milyen bentlakásos intézményi formák vannak, illetve ha szükséges, akkor el is juttatjuk őket az intézményekbe. Kérném is a város lakosságától, magánszemélyektől, intézményektől, hogyha hajléktalanokat látnak az utcán éjszaka, főleg a téli hideg időszakban, akkor jelezzék azt az intézményünknek, és mi meg fogjuk keresni őket.